Köszöntöm nézőinket, Önök a Völgységi magazint látják, Ragoncs Rita vagyok, mutatom, mivel készültünk. Megújul a Majósi Kultúrház, Városnapja Nagymányokon, falunapot tartottak Kakasdon, honismereti tábort rendeztek Bonyhádon. Megkezdődött a Majosi Kultúrház felújításának második üteme a napokban. A kivitelezővel megtörtént a szerződés aláírása, így már nem gördül akadály a munkálatok megindítására. A bonyhádi önkormányzat önerőből finanszírozza a sokak által várt beruházást. Folytatódik a Majosi Művelődési Ház felújításának második üteme. Jelentette be az örömteli hírt Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere. A kivitelezővel megtörtént a szerződés aláírása, így már nem gördül akadály a munkálatok megindítására. A közbeszerzésen nyertes kivitelezőnek jövő tavaszig kell befejeznie a második ütem munkálatait. A testület közel 100 millió forintot rendelt ehhez, amit a közgyűlés egyöntetően szavazott meg. Az első ütemhez hasonlóan 100%-ban önkormányzati forrás. A város megtakarításaiból finanszírozza a sokak által várt beruházást. Néhány évvel ezelőtt már kicserélték az ingatlanon a nyílászárókat, és megcsinálták az utcafronti homlokzatot. Most ennél átfogó felújítás veszi kezdetét ősztől. A második ütemben, amiről jelenleg itt szó van, a komplett külső-belső helyiségeknek a felújítása fog zajlani. A homlokzat tekintetében a vakolatok leverésre kerülnek, úgy szintén a belső helyiségben komplett padlóburkolat rétegrendek cseréje, valamint a szaniterek víz és szennyvíz alapvezetékek, villamos alapvezetékek cseréje, valamint a világítótestek, lámpatesteknek a komplett cseréje zajlik. A kivitelező 240 nap alatt újítja meg teljes egészében az épületet. Az első ütemben már megújult a teljes tetőszerkezet, a belső tánctér, a padló, új fűtési rendszert és vizes blokkokat alakítottak ki. A komplett fűtés korszerűsítés, ugye az első ütemben megvalósult a hőszivattyúnak az elhelyezés, itt a második ütemnek itt a gépészeti szerelvények, illetve fánkoiloknak az elhelyezése fog zajlani, és a munkateretet várhatóan szeptember közepe, vége fele fogjuk elindítani, vagy a kivitelezést akkor fogjuk jobban mondva elindítani. A szebb napokat is látott terasz is megújul. A szerződést aláírtuk, és a szerződés szerint 240 nap áll rendelkezésre a kivitelezésnek arra, hogy itt a Majosi Kultúrház teljesen megújulhasson. Én nagyon bízom benne, hogy nagyobb akadályok nélkül végre a majosiak álma megvalósulhat, hiszen nagyon régóta várják, hogy ez az épület olyan állapotba kerüljön, ami méltó ehhez a településrészhez is, és magához a kultúrházhoz is. Nagyon sok színes program volt itt évekkel ezelőtt, amikor még lehetett jobban használni ezt az ingatlant. Nőnapokkal, farsangi mulatsággal és az utóbbi években már születi bálokkal is gazdagodott ez a program. Bízom benne, hogy a jövő tavasszal, ha jól számolunk, ugye a 240 nap, az körülbelül 8 hónap, most augusztus közepén vagyunk, valamikor április közepén zárul le a kivitelezés, és ezért abban gondolkodhatunk, hogy jövő tavasztól már birtokba vehették a majosiak a megújított kultúrházat. Valós igény van az épület helyrehozatalára, egyrészt azért, mert nagyon rossz állapotban van, másrészt a helyi civil szervezeteknek és korosztálytól függetlenül a lakosságnak is egy olyan teret biztosít majd, ahol kultúrát körülmények között találkozhatnak, programokat szervezhetnek, közösségi életet élhetnek. Augusztus 20-a Nagymányokon egyben a Városnapja is. 14 évvel ezelőtt ugyanis Szili Katalin miniszterelnöki megbízott jelentette be a cím megszerzését a településen. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye második számú választókörzetének országgyűlési képviselője is, aki úgy fogalmazott, hogy az eddig megkezdett munkát a továbbiakban is gőzerővel folytatják majd. A hétvégén az államalapítás mellett a Városnapját is ünnepelték Nagymányokon, immáron 14. alkalommal. Bartucz Máté polgármester elmondta, hogy a szervezőkkel közösen igyekeztek minél színesebb programokkal készülni a rendezvényre. Emellett a környező községekből és a hagyományokhoz híven testvértelepülésekről is érkeztek vendégek. Az önkormányzatnak is fontos, legalábbis számomra fontos, hogy minél több rendezvény legyen. Én úgy látom, hogy a lakosság is igényli,
és ahogy látjuk, egyre gyűlnek az emberek, reméljük, hogy számos vendégünk lesz a mai nap folyamán. 4 testvértelepülésünk van, 3 testvértelepülésről tudtak elérkezni, sajnos 4. nem, mert egyéb programjuk volt. Értekeztek Zetelakáról, Erdélyből, illetve 2 német testvértelepülésünk, Reichelsheim és Tainzból is meglátogattak minket, aminek nagyon örvendek. Ezek a kapcsolatok, egy az, hogy összekovácsolják a településeket, a másik meg az, hogy nagyon jó baráti kapcsolatok alakultak már ki, tehát ez oda-vissza megy, évente több alkalommal ellátogatnak egymáshoz a testvértelepülések, az ott megkerülő rendezvényekre mi látogatunk el nagyon szívesen, és ők is nagyon szívesen látogatnak meg minket. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki beszédében hangsúlyozta, hogy az eddig megkezdett munkát a továbbiakban is gőzerővel folytatják majd a városban. Ezekben a napokban, ezen az ünnepi hétvégén emlékezünk meg, mi közösen magyarok Magyarországon, a Kárpát-medence térségeiben, a világ nagy részén, ahol magyar közösségek, magyar emberek élnek, Szent Istvánról, a magyar államalapításról, Magyarország és a magyar nemzet születésnapjáról. Sokszor a jelen kihívásainak megoldásához keresünk általuk Szent István és utánuk következők által kapaszkodót a múltban, hogy a történelmi tapasztalatainkból következtetéseket vonhassunk le, amelyek segítségünkre lehetnek a jelen kihívásainak megoldásában. A mai napon abban a szerencsés helyzetben kerültünk, hogy Nagymányok városnapja, amelyet most már 14. alkalommal ünnepelhetünk a városán nyilvánítás napjával egyben, szinte majdnem egybeesett az államalapító Szent István királyunk ünnepével. Úgy vélem, mindkét esemény mély üzenetet hordoz a számunkra, és elsősorban itt az itt élők számára, nagymányokiak számára. Mindenek előtt azt a tényt, hogy minden megpróbáltatás ellenére megtartottuk a Szent István királyunk által ránk hagyott országot, a keresztény kultúrát itt a Kárpát-medencében. Az államalapító királyunk emléke 1000 esztendő elteltével sem halványult, mi több, mind a mai napig igazodási pontot jelent a számunkra. 1000 éves múltunk során meg annyi kihívással kellett szembenéznünk, de szabadságvágyunkat egyetlen idegen hatalomnak sem sikerült letörnie. Szent István királyunknak köszönhetően minden bennünket ért csapásból megerősödve álltunk fel, hiszen az 1000 esztendő alatt ez az állam olyan szilárd alapokra került, amelyet sem a tatárok, sem a törökök, sem az utána következő birodalmak, sem a szovjetek, sem pedig Trianon nem volt képes elpusztítani. Tisztelt nagymányokiak! Úgy vélem, hogy büszkén jelenthetjük ki, hogy az elmúlt évek során nagymányokot közösen, polgármester úrral, Kár Bélával, utána következő Bartucz Mátéval olyan pályára állítottuk, amely fejlődő képesnek mutatkozott az elmúlt évtizedben. Egy héttel korábban 6 több évvel ezelőtt elindított projektet tudtunk lezárni, közel 1 milliárd forint összértékű beruházásokat jelentenek, ezek is adhattunk át közösen. Ezek között szerepelt az óvoda bölcsödei része való bővítése, egy új városi konyhának a kialakítása. A Magyar Falu program keretében utak és járdák újulhattak meg, valósulhattak meg, további 2 település részen a belterületi csapadékvíz hálózat rekonstrukciójára, és mint ahogy önök is tudják, a legnagyobb, szinte legnagyobb beruházás a barnamezős területeknek a rehabilitációja volt, ezekre került sor. Biztosíthatom önöket, hogy nem állhatunk itt, meg nem is fogunk megállni. A megkezdett munkát, amelyet az elmúlt években, sőt, nyugodtan mondhatjuk már, évtizedekben is folytattunk, továbbiakban is gőzerővel fogjuk folytatni. Jövőbeli terveink között szerepel többek között további önkormányzati épületek felújítása, fejlesztése, illetve újabb utak és járdaszakaszoknak a felújítása. A város vezetés
elszántságával, képviselőtestet, polgármester úr segítségével és az itt élő emberek támogatásával, sőt munkájával, szorgalmával tovább fogjuk fejleszteni ezt a várost, tovább fogjuk fejleszteni Nagymányokot. A rendezvény folytatásaként kulturális és szórakoztató programok követték egymást a színpadon. A hagyományokhoz híven mindig az augusztus 20-ához legközelebb eső napon rendezik meg Kakasdon a falunapot. Ez idén sem történt másképp. A programnak ezúttal a helyi sportpálya adott helyet, ahol még egy meccset is végig izgulhattak a szurkolók. Muzsikaszó mellett főtt a pörkölt Kakasdon, a községben ugyanis megrendezték a hagyományos falunapot, amelynek ezúttal a helyi sportpálya adott otthont. Az ugrálóvár és számos játék mellett a gyerekeknek habpartival is kedveskedtek a szervezők. Azért, mert sok embert megismersz, meg a barátaid eljönnek, és sokan játszanak így együtt. Az időjárás egy kicsit felülírta a mai tervünket, reggelre nagyon nagy vihar volt. Katos Attilát vártuk 10 órára egy aerobik tornára. Az ő programját sajnos az eső miatt át kellett tennünk a faluházba bertéri rendezvényre, de hál' Istennek így is nagyon szépen sikerült. Annyi tolódott ki, hogy 9 órától jött a Manea Alexandra ijászatot tartani, és az ő programját kellett nagyon eltolnunk itt az esőzés meg a felázott talaj miatt, úgyhogy ő 9 óra helyett 11 órakor kezdett. És akkor ebéd, ugye, mint látszik, nagyon sokan főztek itt Bográcsba, Tárcsásan, baráti körök, egyesületek, civil szervezetek, egy órától pedig habparti volt a gyerekeknek, aztán rendőrségi bemutató, légvárak, körhinta az önkormányzatnak a jóvoltából, így ingyenesen használhatják 4 óráig a gyerekek. Kakaspörkölt főző verseny szokott lenni, most az anyagi lehetőségek miatt ezt így konkrétan nem hirdettük meg, tehát nem versenyszerűen, de így is nagyon sokan jöttek úgy, hogy főzni. Ez a program az egyik olyan programunk, ami nagyon jól összehozza a falunak a közösségét. De tényleg ez most már olyan erős múltja van és olyan erős hagyomány nálunk, hogy ezt mindig nagyon várják az emberek. Tehát pont a ma reggel is egy példa volt erre, hogy megjött a nagy vihar, és folyamatosan égtek a telefonok, az üzenetek, hogy mi lesz, mikor kezdődik, mit tartunk meg. Nagyon várják így az emberek, hogy találkozhassanak és együtt lehessenek. Nem csak gasztronómiai, hanem kulturális és sportprogramok is színesítették a rendezvényt. A nap igazából a sport szerelmeseinek kedvez, hiszen foci meccs lesz a délután további részében, aztán este pedig ballal zárunk. A polgármester szerint a helyiek minden évben izgatottan várják a programot. Mindig készülnek, hiszen nem csak sportolunk ezen a napon, hanem főzünk is, és ez egy nagyon jó közösségi esemény a településen. Összehozza a kicsiket, a nagyokat, különböző civil szervezeteket és a falu apraja nagyját. Egy biztos, a Kakasdi falunapon minden korosztály talált magának való elfoglaltságot, a labdarúgás szerelmesei pedig egy izgalmas meccset is végigizgulhattak. Sikeresen zárult az idei 27. országos ifjúsági honismereti akadémia és táborbonyhádon. Az akadémia témája idén a regélő szülőföld lesz. A honismeret hagyományainak megtartása mellett kiemelt fontosságúvá vált a modernizáció szerepe is. Befejeződött az idei 27. országos ifjúsági honismereti akadémia és táborbonyhádon. A Honismereti Szövetség a Tolnamegyei Egyed Antal Egyesülettel együttműködve augusztus 14 és 18 között rendezte meg eme jeles eseményt a Völcsék szívében. A város először szolgált helyszínéül a nívós eseménynek. Ez a Kárpát-medence legnagyobb helytörténeti találkozója, amelyre mintegy 100 részvevő érkezett az ország minden részéről, de a határon túli közösségekből is. Az ide sereglő diákoknak a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium szolgált bázisaként. A gimnázium a nyitó napon verssel és zenés előadásokkal kedveskedett az ideérkezőknek. Az ünnepélyes megnyitón kiemelték, hogy a Honismereti Szövetség létfontosságú munkát végez a nemzet fennmaradása érdekében, jelentős értékmentő feladatot lát el, illetve hogy a magyar nemzet csak akkor ismerhető meg igazán,
ha a saját helyi kultúránknak és értékeinknek a birtokában vagyunk. Köszöntöm a diákokat, akik eljöttek és felkészültek. Debreceni Dropán Béla, az Országos Honismereti Szövetség elnöke beszédében emlékeztetett, hogy az eltelt fél évszázad alatt kiadványok, konferenciák, események sokaságát hozták létre, és mindez jótékony hatással volt a magyar nemzet életére. Az akadémia témája idén a regélő szülőföld volt. Az ötnapos eseménysorozat során népmondákkal, néprajzzal foglalkozó szakemberek előadásaival, műhely foglalkozásaival színesítették a programokat, illetve a magyar népmondák témakörének sokszínűségét járták körül a résztvevők. Én azt gondolom, hogy ebben a 4-5 napban megpróbáljuk a hagyományokat is megtartani. Azért a konferenciának vannak hagyományai. Ilyen hagyomány például, hogy a gyerekek készülnek, korreferátumok, úgynevezett korreferátumokat tartanak. Ez azt jelenti, hogy egy pályázatot írtunk ki a gyerekeknek, ezáltal juthattak be a legjobb tanulók, a legjobb pályázatírók, és a pályázatnak a témája az volt, hogy regélő szülőföld. A területeken levő népmondákról, legendákról írhattak, de akár dűlő történeteket is megfogalmazhattak. 10-15 perces előadásokkal készültek a diákok, sőt ezt nagyon sokszor még vördős írásos formában is megalkották. A 7 és 12 évfolyamos diákoknak a mondák, mesék, legendák témakörben végzett kutatási területről szóló kis előadással kell készülni, szülőhelyükről vagy a szűkebb környezetükben keletkezett vagy ismert babonákból. Gesztesi Enikő hozzátette, hogy a honismeret hagyományainak megtartása mellett kiemelt fontosságúvá vált a modernizáció szerepe is. Emellett azonban, ahogy ezt kérdezte is, úgynevezett műhelymunkákat szoktuk mostanában bevezetni, amely műhelymunkákban ezeket a témákat dolgozzuk föl különböző formában. Ilyen 10 perces blokkokban fognak holnap este a gyerekek dolgozni. Ott van, aki bevonja őket, van, aki inkább előadásszerűen, hogy kell kutatni, mit jelent ez, hogy kell földolgozni, ők maguk milyen legendákat ismernek. Kiírtunk ezen kívül egy úgynevezett tanulói portfóliót, amely azt jelenti, hogy a gyerekek egy blogban fognak alkotni, és ezeket az alkotásaikat, amiket teljesen maguk csinálhatnak meg, ami eszükbe jut erről az egész programról, akár az előadásokról, akár a kirándulásokról, azokat bemutathatják, akár mémeket készíthetnek, Facebook oldalt, különböző játékokat alkothatnak, papírból vághatnak, netes formában készíthetik el, tehát szabad a fantáziájuk, és ezt én nagyon fontosnak tartom. Elindulunk a modern tanítási módszerekkel, és ez itt a tábor, ezek a táborban megjelennek. Egy nagyon-nagyon szép tábornak nézünk elébe. Én akkor gondoltam, hogy nagyon sokat szeretnék ezért megtenni, és nagy összefogással tudtuk az idén ezt a tábort országos pályázatok hiányában megoldani, rengeteg vállalkozó, 32 vállalkozó segítő segítség, mert azt gondolom, hogy azt hallottam, és azt is gondolom, és tudom, hogy jó néhány gyereknek ez az egyetlen nyaralási lehetősége, amit itt fog megélni. És ezt nekünk ki kell használni, ezt az időt. A referátumok, műhelymunkák mellett a néptánccal, a helyi néptánccal fognak megismerkedni Szabadi Mihály elnökségi tagunknak a vezetésével, Siklósi Krisztián a növendékeit fogja elhozni, illetve néptánc együttes is, a decsiek fognak érkezni holnap, Gyöngyös Bokréta hagyományőrző egyesület, illetve Kovács Gábor ének és muzsikus művész is elő fog adni, illetve az egyesületünkből Bognár Cecil Gyula szintén népdaltanulást fog a gyerekekkel, hogy úgy mondjam, végezni. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!